Szegedi Papucsba járták a délalföldi táncokat a fiatalok az aradi vértanok terén. A lábbeli készítése kihaló félben lévő népi mesterség. Szögi Csaba hónapok óta azon dolgozott, hogy megmentse Szeged egyik büszkeségét. Én úgy nőttem fel Szegeden, hogy nekünk olyan volt a szegedi papucs, mint a levegő, természetes. Tehát mi úgy tudtuk, hogy az mindig volt, van és mindig lesz. És amikor 2015-ben én olvastam egy újsághírt, hogy vége a szegedi papucsnak, akkor úgy gondoltam, hogy itt azért valamit kellene tenni. Most, hogy a lábbeli bekerült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe, nemzetközi szinten is nyilvánosságot kap a szegedi hagyomány megóvásának fontossága. Újabb 4 örökség elem került fel a szellemi kultúrális örökség nemzeti jegyzékére, a meglévő 31 mellé, így összesen már 35-en vagyunk, és minden évben megrendezzük számukra ezeknek a közösségeknek azt a bemutatkozási lehetőséget, amikor a nagy közönségnek is megmutathatják örökségüket, hagyományaikat, ki lehet próbálni ezeket az örökségeket, a tevékenységeket. Együtt táncolhattak például a Gandhi gimnázium roma tanulóival, kipróbálhatták a tápéi gyékényszövést, felpróbálhatták a busómaszkokat, vagy bekapcsolódhattak a kalocsai hímzésbe, pingálásba. Mikor kezdtünk dolgozni, nagyon sokat csináltunk Japánba. Rengeteg készleteket, épkészlettől kezdve, mokáskészletig, mindenféle. Az erre járók közül sokan lettek kormosak, ők a novai remélés hagyományának estek áldozatául. A fiúk bekormozzák a lányokat, a lányok lemosva magukról a kormot, elűzik a telet, a rontást, a betegséget, a bajt, és egy víg terméssel teli új évet várnak. Nagy szégyen volt az annak a lánynak, akit nem kormoztak be, úgyhogy érdemes elfogadni a kormot a fiúktól. A nemzeti jegyzéken szereplő értéke közül 4 elem már az UNESCO listára is felkerült. A szegedi papucs rövid távú célja egyelőre, hogy bekerüljön a hungarikumok közé.